az 1848-49-es szabadságharcra emlékeztünk. Március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek ruhájukra, és épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Ennek megünneplésére hallottunk róla, hogy mi a haza, az, amelyet ha kell, térden állva áldozik az ember. 1848 elején Európa több városában forradalmak törtek ki. Palermóban, Párizsban, Berlinben, Délvidéken, Milánóban, Velencében, Nápolyban, Münchenben és végül Pest-Budán is feltámadott a tenger. Az 1848. március 11-e éjjel nagy részét Petőfi bíraszva töltötte. A Pilvaszkör tagjai élükön Jókaival megelőzni a bajt, ez hivatásunk, és Vasvárival elhatározták, hogy maguk vívják ki a sajtószabadságot. Ki kell állnom a fiatalok mellett! Hallattuk a 12 pontot, a proklamációt, hogy mit kíván a magyar nemzet. Mindenkit jó felkülés mester! Felelős minisztériumot! Közös teherviselés! Fiataljaink végigkísérték a márciusi forradalmi ifjúságot a Pilvaxból, az egyetemen át, a nyomdát elfoglalva, aztán a Nemzeti Múzeumhoz és a Pesti Városházára. A nemzeti lobogunk a trikolor színeiről is hallhattunk. A vörös, az erőt, a fehér, a hűséget, a zöld, a reményt szimbolizálja. Petőfi több helyen elszavalta a nemzeti dalt. Dobra magyar, híja haza! A magyarok is ezek után legalább 20 ezer ember vonult a Dunán át a várba, a helytartó tanácshoz, hogy megnyissa a Táncsis börtönének ajtaját. Este díszelőadásra hívták az érdeklődőket a Nemzeti Színházba, ahol Katona József Bang Bang című darabját adták elő. A márciusi forradalom nagyon erős kiáltás volt, amelynek hangja Bécsig hallatszott. Megalakult az első felelős magyar minisztérium. Pesten vér nélkül győzött a forradalom, és születése napján ünnepeltük a magyar szabadságot. Kokárda lengett, zászló lobogott, a költő kérdett, és felelt a nemzet. Fiataljaink nemzeti identitást erősítő dalokat énekeltek. Emlékeztünk, hogy mire emlékeztünk? Magyarország múltjára, hogy legyen jövője. A szabadság kivívásának fordulataira, Magyarország függetlenségéért vívott példaértékű magatartására. A lelkes, forradalmi ifjúságra, akik önfeláldozó hazafiassággal éltek. Azokra, akiket sokan követtek. Hazánk, nemzetünk, szülőföldünk jövőjét előtérbe helyezve Veres Péter szavaival értettünk egyet. Én nem mehetek el innen.